Rá sem lehetett ismerni a két együttes kezdő 11-ére a szerdai Gyirmót Budapest Honvéd Liga Kupa mérkőzésen. Mindkét mester szinte teljesen kicserélte csapatát a legutóbbi tétmérkőzés óta. Sisa Tiborék a hétvégén 4-0-ra verték a Soroksárt, a győztes csapaton ne változtas taktikát, most nem követték Gyirmóton. 11 olyan játékos került a kezdőbe, aki a hétvégén nem, vagy csak keveset játszott. A Budapest Honvéd holland edzője 8 helyen változtatott a múlt heti Gyirmót elleni kezdőn. Bobál Gergő lövése volt az első említésre méltó helyzet, de Deli a helyén volt. A fehérben játszó hazaiak a 10. percben szöglethez jutottak, a beívelést Tóth Norbert csúsztatta a kapus kezébe. Kiegyenlített első félidőt láthattak a nézők kevés helyzettel. Portia lövése jócskán elkerülte a kaput. A Gyirmót is próbálkozott, itt éppen Madarász 25 méteres szabadrúgását fogta Horváth. Nem sok dolga volt a kapusoknak az első félidőben, mert bár a csapatok jó iramot diktáltak, de komoly gólszerzési lehetőség senki előtt sem adódott, így 0-0-val ért véget az első 45 perc. A második félidőben Farkas kevergetett a 16-oson kívül, majd lőtt, nem sokat tévedett a fiatal játékos. 10 perccel később Farkas lejött, helyét pedig egy saját nevelésű fiatal, Szegi Vince vette át. Nem sokáig tétlenkedett a felnőtt csapatban most debütáló játékos. Lecsapott egy felperdülő labdára, majd célba vette a bal alsó sarkot. A lövésnél Horvátnak esélye sem volt. 1-0, soha rosszabb bemutatkozást. Arról szól a Liga Kupa, hogy a fiatal játékosoknak adjunk játék lehetőséget. Már pedig most 97-es játékos is játszott és gólt rúgott, úgyhogy gratulálok neki. Nagyon örülök, hogy az első tétmérkőzésén mindjárt góllal mutatkozott be. A 73. percben majdnem sikerült megduplázni a hazai előnyt. Madarász ugratta ki a csereként beálló Orost, aki nem sokkal emelt a kapu mellé. Egy perccel később már a másik kapu előtt alakult ki helyzet, Bíró tüzelt fölé. A 80. percben kis híján egyenlített a Honvéd, Bobál lövését védte Deli, de a labda pont Rózsahegyi elé pattant. A fiatal játékos nagy helyzetben csúnyán fölé durrantott. Ami nem sikerült az előbb, az a 85. percben már összejött. Írik Farkas ugratta ki Bírót, nem volt les, középen ugyanis ketten is beragadtak. A Honvéd játékos egészen a 16-osig nyargalt a labdával, majd a kifutó kapus mellett a hálóba lőtt. 1-1. 3 perccel később már a vendégeknél volt az előny, az előbb gólpasztadó Írik Farkas most gólt szerzett, az elé pattanó labdát védhetetlenül lőtte a jobb alsóba. 1-2. A 91. percben Madarász lőtt kapura egy szabadrúgást, de ez nem okozott gondot a vendégek kapusának. Döntetlen szagú mérkőzésen a hajrában fordító Budapest Honvéd győzött, és ezzel megszerezte a 3 pontot. Sisa Tibor ennek ellenére nem volt elégedetlen. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó helyt álltak a játékosaink. Még azt is megkockáztam, hogy kontrolláltuk talán a mérkőzést, de legalábbis én úgy gondolom, hogy a győzelmet is megérdemeltük, ha nem az lett belőle, de a labdarúgás már csak ilyen. Mégiscsak egy NBA csapat ellen játszottunk. A vereséggel eldőlt, hogy a Gyirmót biztosan nem jut tovább a Liga Kupa D csoportjából. Az MB2 listavezetője legközelebb október 18-án szombaton lép pályára, akkor a Ceglér vendégszerepel Gyirmóton.